Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket a Polgármester Válaszol című műsorunkkal. Ez alkalommal Budakeszéről jelentkezünk, és a város első emberét, dr. Csutoráné dr. Győri Ottiliát kérdezzük az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről, fejlesztéseiről. Mielőtt azonban a polgármester asszonyt megkérdeznénk, csak egy nagyon rövid gondolat erejéig kedves nézőinknek, hogy felcsigázzuk az érdeklődését, hogy milyen település is valójában Budakeszi. Aki még nem járt Budakeszin, bátorítjuk, hogy jöjjön el. Budakeszi egy olyan egyedi, sajátos jellegzetességgel bíró település, ahol a múltnak az emlékei, hiszen ez egy sváb település volt, nagyon érdekes egységet alkot a modern építészet alkotásaival, de ami a különös értéke ennek a településnek, az a természeti értéke. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Budakeszi környékén van a Vadaspark, ami egy majdnem, hogy mondhatni, országos nemzetközi hírű park. Budakeszi határában van a Budakeszi Erdészeti Arborétum, ahol egy nemzetközi vadászati tanácsadó is működik, ami úgy szintén egy nemzetközi hírnevet ad a városnak. Vagy Makkosvárja, ahol egy ritka adottsággal rendelkező különleges klímájú helyet találhatnak a kirándulók, ahol gyakorlatilag ritkaság számba menő növényfajokat lehet találni. Mindenféleképpen egy csodálatos kiránduló helyet alkot, és még ami a településnek egy óriási adottsága és különlegessége, hogy rengeteg művész él itt, festőművész, fotoművész, író, a lakosoknak a nagy száma magasan képzett, és ami még a településnek egy nagyon nagy értéke, ellentétben az országos tendenciával, hogy itt egyre több a gyermek. Ami viszont feladatokat ró az önkormányzat számára, hiszen az intézményi struktúrát meg kell teremteni. Ennek a városnak a polgármestere 2010 óta dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia. Nagyon szépen köszönöm ezt a szép felvezető szöveget, és tulajdonképpen egy nagyon sok mindennel folytathatnánk ezt a kedves bemutatkozást. Akkor rögtön a témák sorából vegyük elsőre a turisztikai fórumunkat, mert talán az, ami ehhez a felvezetéshez a leginkább illeszkedik. A képviselőtestület a tavalyi év folyamán döntött úgy, hogy turisztikai területen is szeretné, hogyha a városban új dolgok történnének, lenne előrelépés, és ebből a megfontolásból kiindulva megbíztunk egy turisztikai szakértőt, akinek a javaslatára négy részből álló fórumot rendezünk. Az első fórum már megtörtént, ahol a jelenlegi helyzetet próbáltuk vagy próbáljuk értékelni, és a következő három fórum során, amelyeknek az lesz a vége, hogy egy konkrét végrehajtható akciótervet készítünk, és amivel már bízunk benne, hogy a nyár folyamán a kedves lakók és televíziónézők és ide látogatók fognak találkozni, azzal ezt a területét is jobban tudjuk majd Budakeszinek fejleszteni. Tehát a mondani valómnak a lényege az, hogy minden budakeszi lakost, civilt, érdeklődőt, vállalkozót sok szeretettel várjuk a következő fórumunkra, ami pedig február 5-én lesz a művelődési központban, 5 órai délután kezdettel, és ott is el lehet mondani Budakeszivel kapcsolatos bármiféle gondolataikat, ami a turisztika körében előre viszi az együtt dolgozókat. Ez egy műhely munka lesz egyébként, nagyon sok érdekes szakmai hozzászólással és szakmai észrevétellel. Beszéljünk most egy kicsit a gazdaságról, hiszen 2013. évnek az egyik legnagyobb kormányzati döntése volt az adósságkonszolidáció, ami egy több lépcsős folyamat volt, és most a kormányzati döntés értelmében 2014. február 28-áig a fennálló adósságállománytól is megszabadítja a kormány az önkormányzatokat. Ez az adósságkonszolidáció hogyan éreztette hatását Budakeszi pénzügyi egyensúlyi helyzetén? 2013-ban az adósságállománynak a 60%-át vitt el a kormányzat, ami nagyon, nagyon komoly segítség volt az önkormányzat költségvetése szempontjából is, de ez az idei új döntés, amivel 221 millió forinttól szabadul meg az önkormányzat, olyan
új mozgásteret, lehetőséget biztosít a mi önkormányzatunk számára is, amiről eddig csak álmodhattunk volna, tehát olyan önerős fejlesztésekre és beruházásokra is sor kerülhet, ami enélkül az intézkedés sorozat nélkül nem történhetett volna meg. Tehát a tavalyi évben, 2013-ban 363 millió forintot konszolidált az állam, idén pedig 221 millió forintot. Az ünnepélyes megállapodás aláírására természetesen meg fogjuk önöket hívni, ez valószínűleg február 28-áig meg fog történni. Milyen fejlesztési tervei vannak az önkormányzatnak? 2013-ban indultak nagy beruházásaink, köztudott, hogy építünk egy új bölcsödét. Bízunk benne, hogy 2014 nyarán a szalag átvágásra kerül, és ősztől a kis bölcsödésekben épesítik az új épületet. A szennyvíztisztító telepünk és a csatornamű is 2015 végéig biztos, hogy befejezésre kell, hogy kerüljön. Itt nagyon komoly kormányzati támogatást kaptunk, hiszen a kivitelezést előkészítő munkálatok során vált az nyilvánvalóvá, hogy a korábbi költségvetésbe beállított kivitelezési összegek nem voltak elegendőek, ezért kérelemmel fordultunk a kormányhoz, meg kértük, hogy a beruházás összegét emeljék meg. 2013. decemberi kormánydöntés alapján 1 milliárd 100 millió forintot kapott még a beruházás a befejezéshez, úgyhogy a kivitelezők így kiválasztásra kerülhettek, az ünnepélyes szerződés aláírás január 20-ára várható, de szintén várjuk önöket is sok szeretettel. Hosszú hónapok kitartottak az előkészítő tárgyalások, aminek eredményeként a 757 millió forintos önrész sikerült 250 milliós önrészre lecsökkenteni. Ez majdnem fél milliárd forintos megtakarítást jelentett az önkormányzatnak, hiszen ezt az önerőt csak hitelből tudtuk volna előteremteni, illetve lakossági befizetésekből. Nem szerettük volna semmiképpen a lakosságot ekkora terhernek kitenni, de azzal, hogy a kormány megtámogatott minket így az önerő csökkentés tekintetében is, így ez az önkormányzatra és a lakosság vonatkozásában sem jelent újabb ilyenfajta kiadást. Ha az ember közlekedik Budakeszin, akkor a végállomásnál Dózsa-György térnél látja, hogy hatalmas nagy felújítás zajlik. Mi ez a terv, ami ott most kialakulóban van? Dózsa-György tér rendezése régi probléma, régi elvárás budakeszi lakosok részéről, teljesen jogosan. Több ütemben szeretnénk a Dózsa-György térnek a környékét rendezni. Bizonyára látták, hogy a buszmegálló kialakítása az megtörtént még a 2013 év végén, és most pedig a piac térnek a rendezésére került sor. Új helyszínen lesz a piac, térburkolattal és vízelvezetéssel ellátva. Nagyobb lesz az alapterülete, mint a mostani helyén. Tehát egyelőre az építkezés úgy folyik, hogy amíg az építkezés megy, a régi piac területén tudnak az árusok értékesíteni, és amikor kész lesz az új piactér, akkor oda átköltöznek, és a régi területen pedig a második ütembe kerül rendezésre. Egyelőre a gépkocsiknak biztosítunk majd parkolási lehetőséget, és hát egy komolyabb terveztetéssel szeretnénk ott az egész forgalmi rendet megoldani. Az új piac kialakítása merőlegesen fog elhelyezkedni az okmányiroda épületére, és az új kialakításra kerülő parkoló pedig a Budakeszi főútjával párhuzamosan fog elhelyezkedni, és a mostani piacnak a helyén is egyelőre parkolás lesz, de az egész piacnak a rendezését és a Dózsa-György térnek a rendezését véglegesen egy tanulmányterv fogja megoldani. Mikorra várható ennek a rekonstrukciónak a befejezése? Ennek az első ütemnek a befejezése január 31-ére várható, és utána pedig szépen haladunk. Tehát azzal, hogy a piac térnek a burkolata megoldódik, tehát nem kell sárban, esőben, hóban ott tapicskolni a helyi lakosoknak, az egy nagyon fontos dolog, de hát még szeretnénk utána a padokat is felújítani, az asztalkákat is, elég rossz állapotban vannak, és amire eljön a nyári meleg, addigra szeretnénk, hogyha valami fényvédelmet is kapnánk, az ott árusítók és a vásárlók is. Ezzel mindenképpen egy méltóbb környezetet szeretnénk kialakítani a
piacnak, a környéknek, és hát az ott vásárlóknak is. Beszéltünk a fejlesztésekről, most beszéljünk arról, hogy az önkormányzaton belül a bizottsági struktúra megváltozott. 4 bizottság dolgozott eddig, és a bizottságok alapos és fontos szakmai előkészítő munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a képviselőtestület valóban jó és megalapozott döntéseket hozzon. Viszont a bizottságok munkájában sok párhuzamosság volt. Többször előfordult, hogy egy előterjesztést nem egy szakmai bizottság, hanem 2, néha 3 bizottság is tárgyalta, mielőtt az a képviselőtestület elé került. Sokszor ellentétes vélemények is kialakultak, a bizottsági jegyzőkönyvek nem voltak mindig egyértelműek, tehát ez mind a hatékonyságot és az eredményességet csökkentette, és végső soron a képviselőtestület hozta meg úgyis a döntést, felülírva ezeknek a bizottságoknak a munkáját. Na most ez nem változik, tehát ezentúl is a végső döntést a képviselőtestület fogja meghozni, azzal, hogy a szakmai munkát egy előkészítő bizottság fogja ellátni. A szakmai előkészítő bizottsági munka mellett a pénzügyi keretek feletti javaslattételi jogosultság az adott szakmai kérdésben mindegyik bizottsághoz oda lesz rendelve, és akkor az előterjesztés egy szakmai bizottság javaslattétele után közvetlenül kerül a képviselőtestület elé. Ettől az eredményességet és a hatékonyságot várjuk. Kialakításra került egy pénzügyi és fejlesztési bizottság, természetesen megmaradt az oktatási, kulturális és jogi bizottság, és végül közbiztonsági, közellátási és környezetvédelmi bizottság fog dolgozni a képviselőtestület keze alá, mind a 3 bizottságban 5-5 tag fog dolgozni, tehát ez is a hatékonyságot és az eredményességet célozza. Bízunk benne, hogy ez így fog működni. Ugye a felvezetőbe azt nem említettem, hogy tulajdonképpen Budakeszi életében az egyik legnagyobb változás, hogy járási központ lett. A járási központhoz kerültek az építő és hatósági ügyek, és sok egyéb más is. Budakeszi ennek a feladatkörnek hogy tud megfelelni? Nagy kihívás volt a járási átalakítás, nem csak Budakeszi életében, hanem minden önkormányzati település életében, hiszen a hivataloknak majdnem a fele állománya átkerült a járási hivatalhoz. Budakeszin is így történt, tehát a több mint 70 fős hivatali apparátus egyik pillanatról a másikra, mondhatom ezt így, majdnem a felére csökkent. Az Budakeszi önkormányzat számára is az előírt és a költségvetés által elismert hivatali létszám, az a 35 és 40 közötti létszám között mozog, viszont ugyanakkor az önkormányzatok nem csak állami gazgatási, közigazgatási ügyeket látnak el, hanem nagyon sok önkormányzati feladatot is felvállalnak, és ezeknek az önkormányzati feladatoknak a finanszírozása önkormányzati érdek, amire viszont állami pénzt, normatívát nem kapnak az önkormányzatok, ezeket az összegeket a saját büdzséből kell biztosítani, kitermelni. Az átszervezés nagyon alapjaiban érintette a hivatalokat, a mi hivatalunkat is. Nagyon kemény volt ilyen szempontból is a 2013-as év, azzal, hogy az építéshatóság ide került Budakeszire, azzal az eddigi létszámot tovább kellett növelni, hiszen most már nem csak a budakeszi építéshatóság ügyeit, illetve az eddig ide tartozó települések feladatait, hanem a járáshoz tartozó más település, nagyobb településeknek az építéshatósági feladatait is el kellett látni. Azt el kell ismernünk, hogy az elején zökkenőkkel ment ez a munka, de a képviselőtestület biztosította azokat a forrásokat az építéshatóság vonatkozásában is, amire azt mondhatjuk, hogy az év végére ennek a feladatnak is megfeleltünk. Milyen lakossági fórumokat tervez mostanában az önkormányzat, illetőleg hova várják a lakosokat? A
turisztikai fórum mozásnak végül is az a célja, hogy egy olyan nyitott, minden érdeklődőnek a véleményét megismerő, hasznosítható ötleteket befogadó koncepció, fundamentum, stratégia jöjjön létre, ami Budakeszi számára hosszú távon meghatározza azokat a főbb stratégiai, turisztikai irányokat, amin haladva a lakosok, a vállalkozók, az önkormányzat is eredményeket tud mutatni, hiszen a turisztikai koncepcióknak is az a lényege, mint minden koncepciónak, hogy annak legyen valamiféle eredménye. És ez az eredmény valamilyen számokban mérhető dolog legyen, mi is erre törekszünk. Tehát nyilvánvalóan, hogyha az ide látogató vendégek több időt töltenek Budakeszin, több szolgáltatást vesznek igénybe, az az egész település számára hasznos. A másik nagyon fontos fórum, a közlekedési fórum. Nagyon sok közlekedési probléma érkezik be az önkormányzathoz. Budakeszinek az egyik akut problémája a közlekedés, különösen az átmenő közlekedés. A közlekedéshez mindenki ért, ahogy szokták mondani, de azért az az igazság, hogy ez egy nagyon komoly szakma, úgyhogy a képviselőtestület döntése alapján kiválasztottunk egy komoly szakmai múlttal rendelkező tervező irodát, akik már egyébként régebben is dolgoztak Budakeszin, jól ismerik az itteni problémákat, és ők egy átfogó közlekedési koncepciót fognak letenni az asztalra. Mielőtt azonban ez egy végleges tervezet lenne, szeretnénk a lakosok véleményét megismerni, és az ő javaslataikat, véleményeket is figyelembe véve, bedolgozva a koncepcióba, szeretnénk azt végül a képviselőtestülettel elfogadtatni. Ennek a tervezetnek a megismerésére egy nagyon jó lehetőség lesz ez a fórum, ahol nem csak ezeket a közlekedési változtatásra sokra tett javaslatokat ismerhetik meg a lakosok, hanem tájékoztatást kapnak a közelgő Budakeszi főútjának a felújításáról is, hiszen várhatóan márciusban a Szanatórium utcától egészen le a Dózsa-György térig a főút felújításra fog kerülni. Ez két rétegű aszfalt felmarást, illetve aszfaltozást fog jelenteni. Ez egy várhatóan 2-3 hetes munka lesz, ami ismerve az itteni nagy közlekedés biztos, hogy fog okozni egyfajta közlekedési torlódást. Ezt szeretnénk minél ügyesebben és jobban megoldani, hogy ne okozzon ez problémát az itteni lakóknak, de hát ez nyilván elkerülhetetlen lesz, tehát ezzel kapcsolatosan is ott egy tájékoztatást fognak kapni a lakók, meghívjuk erre a fórumra a kivitelezőt is és a tervezőt is, tehát ők is fognak egyfajta képet kapni arról, hogy mi a budakeszi lakosoknak az elvárása az építkezéssel, vagyis hát a felújítással kapcsolatosan. Ennek a fórumnak az időpontja pedig 2014. január 29-én lesz, 18 órakor és a Művelődési Házban. Úgyhogy sok szeretettel várunk oda is minden kedves érdeklődőt. Bátorítjuk és buzdítjuk kedves nézőinket, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a fórumokon. Nagyon szépen köszönjük, polgármester asszony, és a 2014. évre egy nagyon eredményes évet kívánunk. Köszönöm szépen én is.